Szevasztok, Vandorral, újra itt vagyunk a Oxygen Not Included-dal. Hát már jó régen volt, és most, hogy kijött az 1.0, így nemrégiben újra elkezdtem belenézni a játékba, hogy mit is változott, és úgy gondoltam, hogy most nem a legelejéről fogok indítani egyet, hanem nagyjából ott, ahol legutóbbi részekbe abba hagytam, vagy ameddig eljutottunk. Úgy, vagy hát annál egy picit azért visszább, de igazából most fognak jönni az érdekes részek. Láthatjátok, csináltam egy szép nagy alapot, ahol van most 8 duplikánsunk, és hát ilyen alapvető dolgok vannak még csak neki, viszont a kutatásban már előrébb járok, mindent kikutattam ahhoz, hogy legyen zuhanyzó, legyen víztisztítás, és oxigéntermelés, illetve hidrogéntermelés vízből, és ehhez a hidrogén felhasználása, meg a... Ja, akkor itt mutatom inkább. Szerintem az áramnál lesz valahol. A hidrogéngenerátorra, hidrogénből készít elektromos áramot. Úgyhogy ez lenne a cél, hogy akkor ezeknek az építését elkezdjem. Az élelmiszer hiányal egyébként nem kell foglalkozni, mert már beindítottam a termelést, de lehet, hogy majd kell még egy. A játék 1.0-ás változatában bejöttek különböző bolygók, tehát amikor indítjuk a játékot, ki kell választani, hogy milyen körülmények között, milyen aszteroidán kezdjünk. Ez tulajdonképpen egy nehézségi fok. Ez a szokásos földi jellegű aszteroida, de van vulkános, jeges, vizes, tehát így különböző nehézségi szintele mindenféle. No! Kutatás. Szerintem a kutatás most egyelőre szüneteltetem. A legfontosabb dolgokat, amiket szerettem volna, azt sikerült kikutatni, és ma építések után fogom folytatni a kutatást. Szerintem nagyon jó a módosítás, hogy mindent lehet látni előre, nem szürkítik el. Tehát meg lehet nézni igazából, hogy mi a kutatási ág vége. Én ezt nagyon hiányoltam, illetve nem tetszett, hogy nagyon nehézkes volt átlátni, hogy hova is haladunk igazából. Na, hát akkor vágjunk bele, nehéz elkezdeni. Szerintem a... mennyi algánk van? Azt mondja, organikus, algából van 6 tonna, az bőven elég lesz arra, hogy az oxigénnal ne legyen gond. Hát akkor induljunk el a fürdő, zuhanyzó irányába. A morálról pár szót, most láthatjátok, a 26. körbe is sikerül a stressz nullán tartani. Ez igazából azért van, mert bár nincs semmi dekorációs javító, a morálnak nagy szerepe lett a játékban, és a morált meg a különféle épületekkel, épületrészekkel lehet növelni. Itt vannak a szobák, hogy milyen szobák vannak. A legutóbbi patch-el is, tehát az 1.0-val is bejöttek újabb szobák, de itt egy csomó morál bónuszt ad, és ha ránézek valamelyik duplikánsra, akkor azt látni, hogy a stressz azért csökken mínusz 20% ciklusonként, mert magas a morálja. A morálja 3-as, 1-es morált igényel, jelenleg 3-as morált tudok biztosítani nekik. Ott látszik is, hogy miért. Van ugye az a latrina, az a szoba, az plusz 1-et ad. 2 leállás van a munkában. Szerintem ez az új duplikáns a plusz 1. De vannak mínuszok is, mint például a szörnyű étel. Tehát a morálra érdemes nagyon figyelni, hogy az... erősen pozitívba legyen, és akkor nem lesz gond a stresszel. Szerintem igen, csak egyszerűsítették, vagy jobban menedzselhetőbbé tették a dolgot, könnyebb így átlátni a dolgokat, és segíteni a stressz gondokon. Oké. Tehát érdemes figyelni arra, hogyha építünk valamit, akkor annak mi az igénye. Például, ugye ezt akartam, hogy építünk egy mosdót, ami 2-es morált ad, öblítéses WC, a magyar fordítás itt-ott kicsit
kisebb furcsaságokat is tartalmaz, de az a lényeg, hogy a WC és egy bekötött mosóállomásnak kell lennie benne. Szerintem mondjuk ez itt legyen akkor WC, itt meg legyen fürdőszoba, itt meg lesz a víztisztító. Legalább 4 WC-t kéne betenni. Jó. Ez így jó lesz. 4 WC, és akkor ugye amit kért, az nem ebbe a részben van. Nem az az áramnál lesz, hanem inkább a orvoslás, mosogató. A mosogató igazából a bekötő, a vízöblítéses mosdótál. Itt látszik is. Úgyhogy akkor ez is megvan. Jó. A lényeg az, hogy ezeket le kell zárni. Ajtóval. És hálós csempével, mert a hálós csempe az átereszti a levegőt. Jó, tehát lesz egy jó kis mosdóhelyünk, és akkor hát megcsinálom a fürdőszobát is. A zuhanyzó, igazából ott... ott mindegy, ott nem kell figyelni semmire, de ott is meg be fogom tenni a mosogatót, ami igazából mosdó, és ebből is csinálunk egy szobát. Bár ez a szoba csak simán szürke marad, ez semmilyen bónuszt nem fog adni. De attól függetlenül jöhet. Jó, ezeket szépen megépítik, hip-hop. Nyersanyagom is van bőven. Jelenleg még. És az embereknek igazából most nincs is más dolga, mint ezeket megépíteni. Ha ezeket is megépítették... Na, és most meg is rá is nézünk a szobára, látszik, hogy van egy mosdónk. Kettes morál. Ja, igen, a morál, tudom, hogy szerettem még volna mondani ezzel kapcsolatban, hogy mi az, hogy nő a morál. Ő még nem látta, de majd látni fogja, hogy van mosdó, és akkor nem kettes lesz, hanem négyes lesz a morál hamarosan. Mint például már neki. De ő neki sem attól négyes, ahogy látom. De nem baj. Na, a embereinknek képességeik vannak, és ezeket képesek fejleszteni. Minél nagyobb a képességük, vagy minél ügyesebbek, annál nagyobb morális elvárásuk is van. Ő most például az ásásban második szintű. Ez azt jelenti, hogy 3-as morál kell neki, tehát 1 plusz 2, és 4-es morál a max, és 3-as morál elvárása van, az még teljesen jó. Na, ezt már nem fogom kitanulni, mert akkor már 5-ös, sőt 6-os morál elvárása lenne, és én csak 4 plusz 1, tehát 5-öt tudok biztosítani, tehát azt még nem fogom, de majd lassan kitanulhatom a super hard digginget is, és akkor olyan nagyon hiper-szuper tud gyémántot, meg obszidiánt is bányászni. Az obszidián az majd kelleni fog. És egyébként, ahogy ugye dolgoznak, a skilljük növekszik, itt van XP, és akkor itt van, hogy hány skill pontot lehet elosztani rajta. Elég sok egyet el lehet, de már látszik, hogy eléggé a morál határt súrolom. Úgyhogy egyelőre most én nem fogok elosztani pontot, de majd elosztom a skill pontot. És amit láthatátok, a skill pont növekedésével kapjanak bónuszokat, tehát még gyorsabban, még ügyesebben dolgoznak, illetve hát komolyabb feladatokat is elláthatnak. Lehetséges, hogy most már rá kell... Ja, 7-esen van, de jó. Na nézzük levegőt, nézzük, hogy is áll a kolónia. Levegőben egész jók vagyunk, teljesen tökéletesen lélegezhető, itt alul meg így gyűlik a széndioxid. Egyelőre csak itt 2 alga terrárium tisztítja ezen a szinten, nagyon hatékonyan is tudnak működni villanyfény nélkül is.
Áramnézet az, azt is most kell majd megoldanom. Minden szintre szeretnék saját áramátalakítót. Tehát a alacsony feszültség szintenként mindenkinek külön lesz. Hőmérséklet, ugye ez a kezdő rész, ez a viszonylag kellemes hőmérséklet, és itt körülöttünk meg jön a meleg, hideg éppen, amilyen bajom van. Na, ez is egy új material overlay, hogy milyen, tehát egyrészt, hogy hol vannak ezek a egyes elemek, ez tök jó, mert így jobban áttekinthetőbb. Sokszor volt olyan, hogy így böngésztem, hogy na hol van még egy kis fém, illetve hát, hogy miből épült. Ásvány, ez jó, organikus, tessék, term, folyadék, itt vannak folyadék. Na ez jó, ez tetszik, ez nem volt eddig. Ugye a világítás, van ez a pár két állatkám, jelenleg csak ők adják a világítást, nem érdekes egyelőre, ez teljesen lényegtelen. Na, itt közben megépül minden. Oké. Okay. Víz. Csőhálózat, ez lesz a következő, amit megcsinálunk. Dekor nincs. Nem, ez a szellőzés nincs, a dekor meg az a alap. Ugye itt adnak a csempék. Viszonylag normális szinten tartják a dekor, tehát nem olyan vörös. Itt azért a talajszinten egész szép zöldes. Kórokozó, igyekszem figyelni rá, hagyom, hogy mindent bacimentesítsenek, farmmal még nem foglalkoztam, és a szobanézet, itt látszik, hogy itt egy szürke, ez egy egyéb szoba, nincs semmi hatása a szobának. Na, és akkor menjünk tovább. Víztisztítás. Ugye azt fogom csinálni, hogy felpumpálom a vizet, az feljön ide, meg ide, erre a szintre, a piszkos víz az lejön, hoppá, véletlen kiatoboltam, a piszkos víz lejön, megtisztítja és vissza a víztározóba. Ezt a víztározót azért alakítottam így ki, mert szeretnék majd idővel vízi növényeket is termeszteni. Meg valahol majd egy gomba vermet is ki kéne alakítani. Na, azt mondja, hogy szerintem a csöveknél, nem a csöveknél, de az a folyadékszivattyút úgyis be kell tenni. Itt mi van? Üres hely. Ja, ott vannak a izék. Igazából mindegy is, ott teljesen jó lesz. Folyadékszivattyú, folyadék kiömlő. Igen. Ja, aha, jó. Tegyük ide. Na, ez az, igen. Nem ezzel akarok foglalkozni egyelőre. Itt a transformátor, ugye, na ez az, amit szintenként le kell raknom egy-egy transformátort, mert nagy teljesítményű vezetéket fogok lehúzni. Az megy a transformátorokba, és akkor szintenként kap mindenki a normál vezetékből. Mert ugye az a lényeg, hogy a normál vezetéken, azt hiszem, hogy van, 1000 kW, vagy 1000 watt, 1 kW lehet maximum, és az nagyon könnyen összejön ilyen 100, meg 200 wattos épületelemekből. Úgyhogy az nem jó. Na de hát még mindig hol van. Igen, majd szeretnék kialakítani étkezőt, az is ad a morálnak egy jó nagyot. Van egy étkező szoba. Finomítóban. Igen, víztiszta. Ugye ez a víztisztító igazából. Etanol disztiller. Jöttek be a, egyébként rengeteg új dolog, amit még én sem láttam. Lesznek majd újdonságok még számomra is. Jó. Jó. Akkor ezt megszüntetjük, és inkább úgy csináljuk a csöveknél egy folyadék kiömlőt, hogy ide. Folyadékcső, ugye ez a kimenet, ezt a kimenetet ide lekötjük, mert ez a tisztított víz. No, jön a víz, és akkor ezt hogy csináljuk? Itt, ugye az a lényeg, épületbemenet,
Jó, ezeket így összekötöm, akkor így lesz kész. Jó, ezek a bemenetek, a bemenetre mehet a tiszta víz, és a kimenetre meg csőhidakkal, O betű a forgatás, épületbe, ezt ide nem lehet, ezt feltétlen mellé kell rakni. Ja, az a mosdó, igen. Ez azért jó így csinálni, egyébként nem. Mert egyszer megcsinálod, utána ember legyen a talpán, aki ezt átlátja. Maximum működés közben. Tehát most összekötöm a kimenetet a híd bemenetével. Ugye itt fog elmenni a piszkos víz. Szennyvíz. És itt szépen oda belemegy. Úgy né. Jó. És ezt most egyszerűen csak bekötöm a hálózatba. Úgy. Ezt is bekötjük a hálózatba. Szerencsére a WC-nek meg a zuhanyzónak nem kell elektromosság, hogy működjön. És most picit várunk. Szépen mindent megépítenek. Ha nem felejtettem ki semmit, akkor hamarosan működni fog a WC is. Ja, ütemterv. Kicsit alakítottam az emberek ütemtervén, ugye most van 8 emberem, picit elosztottam, hogy ne egyszerre akarjanak a WC-re meg a fürdőbe menni, ezért 4 embert a munka elejére, 3 embert jelenleg a munka végére tettem ez a WC fürdési időt, illetve van egy emberem, aki azt mondta, hogy ő az akkor szeret dolgozni, amikor a többiek aludnak, úgyhogy neki az a munkaideje, az alvás ideje a többiek munkaidejének az elején, illetve hát közepén van, és akkor neki még ott van a fürdés ideje. Szóval ezzel is lehet játszani, ez azért fontos, mert nem egyszerre akarják letámadni azt a pár WC-t, és így nem lesz probléma abból, hogy valaki nem jutott el időbe a WC-re, amikor ő szeretett volna. Itt viszont van probléma, ez így nem jó, ezt a létrát ezt lebontjuk, és ehelyett teszünk egy csempét. Úgy. És persze most jön majd mindjárt az éjszaka, úgyhogy ez már nem fog elkészülni. Viszont itt már elkezdtek fürdeni, elkezdték használni, ez azt jelenti, hogy a szennyvíz már megy, viszont itt elakad, amíg ezt meg nem építik. De látszik szépen, hogy működik, megy a tiszta víz, megy bele az öblítéses, meg a tartályokba, meg megy a zuhanyba, és a szennyvíz meg érdekes módon erre folyik, persze mert itt elakad, de majd ezt szépen ki fogja innen szivattyúzni. Csak ezt építsék meg. És látszik, hogy itt az emberünk, aki egyedül még éjszaka is dolgozik, állítólag ő ilyenkor szeret dolgozni. Na nézzük, itt vannak egyébként az is egy változás, hogy nem kell az a munkatábla, hanem alapból ezt megkapjuk és tudjuk használni. Na most már 6x3, tehát most már Hassan megkaphatja a super hard digginget, és ennek megfelelően megkapja a jobb sisakot. Majd a többieknek is elosztjuk. Tehát, hogy egyből elérhető, hogy ki mit dolgozzon, és milyen képességet kap. A kolóniának van egy ilyen kis izéje, egy ilyen kis összefoglalója, ez is egy új dolog, ez eddig nem volt. Itt nem tudom, ez a videó, hogy esetleg mi van, meg lehetne nézni, nem. Először arra gondoltam, hogy itt van valami kis time lapse, hogy alakul, de
Szerintem ez csak egy screenshot, vagy én nem tudom mi ez. Mindegy. Jó, achievementek. Vannak achievementek is a játékban, egy kis plusz érdekesség. Le van írva, hogy miket kell elérni. Illetve jó kis grafikonok. Hát itt látjátok. Mennyit dolgoztak, mennyi áramot termelnek. Kalória, utazási, tehát hogy mennyit futkosnak jobbra-balra. A stresszt hogy csökkentettük, tehát itt látszik, hogy nem nagyon kellett csökkenteni, tehát nem volt gond a stresszel egy percig sem. Hát itt egy stressz, néha előfordul egy kisebb stressz, leginkább akkor, amikor egy új ember kell jön, akkor ő egy picit stresszel, de hamar lecsökken. Na és akkor itt nem csak embereket lehet már választani egyébként, hanem néha jön növénymag, étel, tehát itt néha azért vannak jobb választási lehetőségek is. Na nézzük, van-e, hányan, 80 vannak, legalább egy 10 embert szeretnék elérni. Építés, mezőgazdaság, állattenyésztés. Lassan a mezőgazdaságra is rá kéne térni. De nem konstruktív, nem építhet, az nem érdekes. Ezek az elfogadható negatívumok. Vérszegény. Ja, az atlétika. Kis hólyag. Hát, gyorsabban kell, vagy gyakrabban megy vécére. Ez lehet, hogy ő lesz a jó. Kreativitás. Lakberendező. Díszítő sebesség. Kreativitás plusz 3. Művészet kutatása. Jó, legyen max. Jó, megjött a 9. lakosunk is, és most rögtön fel is ugrott max miatt a morál, de már elkezd csökkenni, tehát itt nem lesz vele probléma. Na hát szeretném, ha ezt gyorsan megépítenétek. Mindjárt jönnek is. És még ez sem jó. Hát akkor úgy látszik ez. Lebontjuk. Teljes mértékben rendes alapzatnak kell lennie. Adunk neki egy kis prioritást, hogy most már tényleg építsétek meg. Úgy is van, rögtön elkezdte. És akkor látni is fogjuk a vizes térképen, hogy amint tettek bele tisztító szert, akkor rögtön már nyomatja is, jön ki a tiszta víz és szippantja be az összes szennyezett vizet, szépen működik a rendszer, bőven elbírja, tehát ezzel abszolút semmi probléma nincs. Jó, innentől fogva ez kb. Önfenntartó, tehát amennyit felszippantunk, annyit vissza is ad, tehát elvileg ezzel, ez nem kéne, hogy elfogjon, de lesz utánpótlási lehetőség, úgyhogy ezzel nincs. Nem lesz gond. Majd ilyen gejzírek, nem mit tudom én, mikből hozunk vizet ide. Úgy is kell, hogyha szeretnék ebbe növényt termeszteni. No, tehát ez a része kész van, és ez is szépen működik. A következő, akkor szerintem megcsinálom az élelmiszeres részt. Tehát kell egy konyha. Az a trükk, hogy annyi asztal kell, ahányan... illetve nem. Nem kell annyi asztal. Nézzük csak meg az ütemtervet, hogy is van ez. A downtime-ba... Mikor esznek? Az érdekel igazából. Ez a fürdés ideje. Lefekvés. Snacking. Jó. Lehet, hogy az is megfelelően el van osztva ahhoz, hogy ne akarjon mindenki egyszer elbírálni. Illetve hát itt lesz a hálókörlet, azt is ki kell építeni. Na tehát azt mondja, hogy van nekem ilyen nem, hogy étel. Hát az ételből még mindig csak ezt az alapot kapják. Ezen is majd változtatni kell idővel. De azt hiszem a bútor között van az étkező asztal.
hogy is csináljuk. Szeretném, ha ezek viszonylag egy helyen lennének. Ezt úgy is meg fogom szüntetni. Mondjuk 8-at ide tudnék tenni. Hűtőszekrényen hogy állunk? Sehogy. Kell hűtőszekrény is mindenképp. Jó. Lehet, hogy ide fogok tenni, mikor itt lesz kész. Bőven lesz helyük. Tehát teszünk be egy ajtót. Na, 1, 2, 3, 4, 5. Jó, nem szabad a 16-nál, hogy szélesebb legyen. Ez fontos, különben kiesünk a méret limitből. Ide teszünk két ajtót, két hálós csempét. Megnézzük, hogy mi is szükséges. Mert van kétféle étkező, van a kantin, étkezőasztal és minimum, maximum 64 csempe, ez 3 morát ad, és van a nagy terem. Minimum 32 csempe, ezzel jók vagyunk, kell egy szórakoztató épület, kell étkezőasztal és a dekor, plusz 20 dekor. Tehát ennyit bele kell tenni. Hát ezek ilyen festmények lesznek majd. Kell szórakoztató elem, ez egy jó kérdés, hogy mi számít szórakoztató elemnek. Van egy olyanunk, hogy... Na, vízhűtő. Ez szerintem szórakoztató elem. Morál növelő. És akkor legyen az étkező asztal. Jó, így. Így szépen kapnak bőven. És majd ide, itt lesznek... Szevasz, hajása. Itt majd lesznek... a fali festmények, és akkor a nagy terem követelményeit teljesítjük. És már szinte kész is mindjárt. Meg is nézhetjük, hogy rögtön átalakult kantinná, ami 3-as morált ad, úgyhogy megint csak adtunk a morálnak egyet. Ja, ide tudnak jönni enni, ettől hűtőboldogok lesznek. Egyébként a hűtőre ráállhatunk. Hűtetlen élelmiszer nem tetszik. Azt mondja, hogy hűtő. Itt. Ugni. Jó. Következő az áram. Na, ezek nem tetszenek. Rossz helyen vannak. Ezeket így arrébb hozom. Mert nekem eltökélt szándékom, hogy az éjtranszformátorokat teszek ide. Ide, ide, oda, oda, oda. Tehát minden szintre szeretnék transformátort. És ehhez egy picit ki is bontunk. Úgy. Létre. Két létrát. Miért nem lehet? Üres helyre kell ég. Ja! Ezek ilyen leesett föld, az tudom nem lehet. Ja igen! Ha, tudom már mi van. Még mielőtt ezekkel nagyon foglalkoznék, most már lassan meg kéne csinálni a hálókörleteket. És igazából innen fogjuk folytatni. Most a videót azt leállítom és csinálunk egy újat. Úgyhogy tartsatok velem legközelebb is. Ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, meg aztán nyugodtan írjátok le a véleményeteket, vagy azt, hogy majd mit építsünk bármire. Ezt elolvasom, addigra már úgyis 7-7 határon is túl vagyunk időben, de azért nyugodtan írjátok. Na, sziasztok!